Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk. A mai esetünk nem fog másról szólni, mint Rosemary Kennedyről. Rosemary Kennedyről azt kell tudni, hogy ő nem az elkövető volt, hanem az áldozat. De mégis nagyon szeretném, hogyha az ő életét egy kicsit végigvennénk, mert azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre rávilágít az ő esete, nagyon érdekes témákat hoz fel, és köze van a pszichológiához is, úgyhogy vágjunk is bele. Szóval Rosemary a híres és neves Kennedy család sarjaként látta meg a napvilágot, méghozzá 1918. szeptember 13-án. Az édesanyjának és az édesapjának összesen 9 gyermeke született, beleértve John F. Kennedyt is, ugye, aki a 35. amerikai elnök lett. Na már most azt kell tudni szegény Rosemarynek a születésének a körülményeiről, hogy ugye 18-ban járunk, első világháború idején, és valamiért az orvos késett. Egyébként még a szüleiről azt kell tudni, hogy az édesapja egy ír bevándorló családnak a leszármazottja, de ő egy politikus üzletember volt, az anyukája Rosemarynek pedig szintén egy politikus leszármazott. Tehát, hogy ebbe a családba azért ez a politika, meg hatalom, meg pénz azért kezdetektől jelen van. Na és hát nekik született ugye ez a 9 gyerekük, és azt kell tudni a születés körülményeiről, hogy nem ért oda időbe az orvos, és a nővér nem akarta egyedül világra segíteni ezt a gyermeket, hanem visszatartotta. Nem igazán volt nekem tiszta, hogy miért tartotta vissza, hogy miért erőltette azt, hogy maradjon bent ez a kisbaba, holott akkoriban is tudták már, hogy ez egyáltalán nem tesz jót, de hát azt állítják, hogy ezért került Rosemary egy ilyen oxigénhiányos állapotba, és ezért lettek neki aztán később problémái. Olyan 2 éves lehetett Rosemary, amikor észrevették, hogy probléma van vele, hogy egy picit a mozgáskoordinációja nem az igazi, hogy nem tud megtartani dolgokat, illetve hogy nagyon későn kezdett el beszélni. És hát ugye neki nagyon sűrűn jöttek a gyerekek, és például ezen a fényképen is látszik, hogy érettségben, ugye ő itt 3 éves, olyan szinten van, mint az 1 éves testvére. Tehát ez biztos, hogy ő neki voltak elmaradásai. Egyébként ez a kép az apukájáról, amikor még fiatal volt és sudár. És hát ugye ő a sportokba se ügyeskedett. És azt kell tudni, hogy az édesapja, mivel hogy ő ilyen bevándorlók gyermeke volt, őt nagyon sokat piszkálták, és ő mindig kívülállónak érezte magát, és ő ezért elvárt egy szintet a gyerekeitől, és minden áron meg akarta őket attól óvni, hogy mások legyenek, mint a többiek. Tehát neki ez fix ideája volt, hogy ugyanolyannak kell lenni, mint a többi ember, azt leszámítva, hogy mindenben legyél sikeres. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes hozzáállása volt így a 9 gyerekével kapcsolatban, és hát itt a szülők nagyon-nagyon nehezen viselték azt, hogy mondjuk 5 éves korában Rosemary megkapta az akkor használatos visszamaradott gyermek besorolást. Egyébként azért azt ma is látjuk, hogy ilyen diagnózisokkal, vagy a ma használt diagnózisok közül bármit megkapni, ma sem könnyű. Nem könnyű egy szülőnek elfogadni azt, hogy a gyereke milyen állapotban van, vagy esetleg milyen lehetőségektől esik el. Ez egy gyászfolyamat. Ez egy folyamat, amin át kell menni. Valakinek gyorsabban megy, valakinek lassabban. Jó, tehát itt is arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy ne ítélkezünk, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz ebben a cipőben járni. Nyilván az lenne a cél, hogy minél könnyebben és minél gyorsabban a szülők el tudjanak odáig jutni, hogy el tudják fogadni a gyermekük állapotát. Ez azért Magyarországon sincs segítve. Én már többször mondtam nektek, és én ezt tartom mai napig, hogy egyszerűen ezek az esenés gyerekeket nevelő szülők Magyarországon is, és a világ nagy részén egyedül vannak hagyva. Sőt, még ki is vannak nézve, és egy picit ki is közösíti a társadalom őket. Szóval én azt mondom, hogy csak óvatosan mindenki itt az ítélkezéssel. Na és hát Rosemary-t szegényt visszatartották az óvodába 1 évet, aztán utána beiratták őt egy sima általános iskolába, ahol
Elvégezte az első osztályt, de újra elvégeztették vele, aztán elvégezte a második osztályt, vagy járt egy évet a második osztályba, aztán még egyszer járatták egy évet a második osztályba. Mire a szülők belátták, hogy ez így nem fog működni, nem lesz működőképes, és kivették ebből a sima általános iskolából. Először magán úton kezdték el őt oktatni, tehát, hogy ő otthon maradt, és akkor fogadtak egy tanárt, aki rá kvázi vigyázott, és próbálta oktatni, de ezt Rosemary nagyon nehezen viselte, mert hogy minden testvére járt iskolába, és ő alapvetően egy nagyon ilyen közösségi ember volt, egy vidám, társaságkedvelő ember, és ő azért nagyon nem szerette azt, hogy ő vele másként bánnak, és hogy ő nem járhat iskolába. És hát 11 éves Rosemary, amikor először elküldik egy bentlakásos iskolába, így néz ki picikém. És hát, na, és ez a jó kérdés egyébként, hogy 11 évesen miért döntöttek úgy a szülők, hogy el akarják küldeni egy bentlakásos iskolába, hogy miért nem akarják otthon tanítatni, mert hogy ugye ők anyagilag megtehették volna, bármit megtehettek volna, mint majd látjuk későbbiekben. Tehát, hogy nem igazán tiszta számomra az, hogy miért kellett ennyire őt mindig bentlakásos helyekre küldeni. Itt van az a pont, amikor azt gondolom, hogy azért 11 év alatt azért el lehetett volna fogadni, hogy Rosemary kicsit más, mint a többi gyermekünk, és lehetett volna, mert hogy picit olyan, mintha ők is szégyelték volna így a történetet olvasva, hogy egy kicsit olyan, mintha ők nem tudták volna elfogadni soha igazán ezt a tényt, hogy Rosemary más, mint a többi gyermekük. Egyébként Rosemary imádta ezt az iskolát, és nagyon haladt szépen előre az olvasás írásba. Vannak fennmaradt levelek, amiket ő kézzel írt a szüleinek, és abba egyébként, ahogy fogalmaz, meg amit megfogalmaz, számomra nem azt tűnik ki, hogy ő annyira elmaradott lett volna. Tehát olyanokat tud megfogalmazni, hogy nem szeretnék nektek csalódást okozni, remélem, hogy a tanulmányi előmenetelem a legjobban alakul, mindent megteszek ennek érdekében. Szóval, hogy nekem ez nem azt tükrözi, mintha ő annyira visszamaradott lett volna, bármennyire is nem szeressem ezt a kifejezést. Tehát azt megállapították, hogy alacsony volt az IQ hányadosa, de pontosan nem lehet tudni, vagy nem maradt fent, hogy mennyire is volt neki alacsony. Minden esetre ebbe a bentlakásos iskolába tanult. És aztán szépen gimnazista lett, két gimnáziumba iratták be, átiratták egyikből a másikba, mert nem tetszett nekik, mert szerették volna, hogyha jobban fejlődik, állítólag nem fejlődött megfelelően, de ő ezekbe az iskolákba hiába kellett mindenhol újra kezdenie, mindig talált barátokat, mindig megtalálta a helyét, és hétvégente kellett ezekből a bentlakás iskolákból elhozni a gyerekeket, és akkor a nagyszülők hozták el, nem a szülők, és a nagyszülőknél töltötte ezeket az időket Rosemary. Végül egy harmadik iskolába fog 18 évesen járni. Itt azt állítják, hogy ő egy ötödikes szintjén volt az írás, olvasás és matek teljesítménye 18 évesen. Ilyen szintre sikerült őt fölhozni. De az a helyzet, hogy lehet, hogy Rosemary-re nem várt nagy akadémiai karrier, de hogy megtalálhatta volna a boldogságát. Én ebben egész biztos vagyok. Ma a mai pszichológusok azt gondolják, hogy valószínűleg Rosemary rajta volt az autizmus spektrumon, és hogy ő inkább autista volt, mint sem bármi más, amit utólag mondanak. Tehát, hogy ő szerintük nem az oxigénhiányos állapot volt a probléma, hanem inkább az, hogy neki egy ilyen középsúlyos autizmust diagnózist adnának ma. Nyilván ezek találgatások, nyilván nem tudjuk biztosra, de egyes helyeken ezt lehet olvasni. Na és aztán a család a második világháború környékén elment Londonba, ott egy apácák által vezetett iskolába került végül Rosemary, és aztán ahogy a háború alakult, egyszer csak haza kellett menni, és a Rosemarynek is haza kellett jönnie. És hát akkor került vissza a családba, és Rosemary ezt egyáltalán nem szerette, és nem találta a hangot a családtagokkal, és mindenki idegen volt neki. Ne felejtsük el, hogy
11 éves korától nem élt a szüleivel és a testvéreivel, kívülálló volt. Ő nem tartozott ehhez a családhoz. És ráadásul a család sem tett meg nagyon mindent azért, hogy őt befogadják, és ő neki volt egy tök jó környezete, voltak barátai, volt élete, és ő nem viselte ezt igazán, de volt túl jó, hogy őt kirángatták ebből, és hogy most akkor legyen otthon a családba olyan emberekkel, akik nem igazán szeretik, vagy hát legalábbis nem érdeklődnek iránta, és nem akarják őt úgy befogadni, ahogy van. Rosemary egyre frusztráltabb, egyre szorongóbb, őt ugye itt látható, egyre szomorúbb lett, egyre szorongóbb, egyre agresszívabb, és ezért az édesanyjának a kérésére pszichiátriai vizsgálatoknak vetették őt alá. A pszichiátriai vizsgálatok eredményeképpen őt bezárták egy pszichiátriai intézménybe az édesanyja kérésére, ezt nem győzöm kihangsúlyozni, ahol őt nagyon rosszul érezte magát, az maradt fent a feljegyzésekben, hogy hisztériás, könnyen irritálható és sokszor megszökik éjszakánként. Na és ez volt a másik, ami a családot irritálta, hogy mi az, hogy Rosemary megszökik éjszakánként, és ki tudja merre jár és mit csinálhat, és hogy ezért azt gondolták, hogy ennek véget kell vetni, és ezt sokkal jobban be kell szabályozni, mert mi van, ha terhes lesz, vagy mi van, ha valami olyan botrányos dolgot csinál, a fiaink már indulnak, a politikai karrierjük már be van indulva valamennyire, mindjárt elnöki posztra akarnak törni, hát nem lehet, hogy egy ilyen szégyen volt legyen a családunkon. És akkor most ilyen kis félreeső megjegyzésként megjegyezném, hogy azért nagyon sokan mondogatják azt, hogy Rosemary nem heteroszexuális volt, hanem valószínűleg leszbikus volt, és hogy ez is egy olyan pont volt, amit nehezen viselt a család, és hogy nem igazán szerette volna, hogyha ez napvilágot lát. Ez ilyen pletyka szinten maradt fönt Rosemary-ről. Nem tudom, hogy igaz-e vagy nem. Ha mindösszesen csak azért akarták eltüntetni, mert hogy egy 12 éves gyerek szintjén van, és hogy ez ciki, és hogy ez a politikai karriernek árt, szerintem az is már bőven szomorú. És hát ekkor 22 éves Rosemary, és ekkor mesélnek a lobotómiáról az édesapjának meg az édesanyjának, mint egy új keletű eljárásról, amit 5 éve végeznek az Amerikai Egyesült Államokban, még viszonylag kevés emberen végezték el, de hogy állítólag sikereket ére. Nem ért el, jó? Tehát mi ezt tanultuk pszichológiából, megnézették velünk videón, hogy néz ki egy ilyen eljárás. Nem néz ki jól. Jó? Tehát, hogy ilyen finoman szeretném bemutatni, hogy ez maga az eljárás, nem néz ki jól. Én nem... És van egy még szemléletesebb képem, hogyha itt szeretnétek látni, tehát ez a lobotómia, nem. Tehát, hogy ez szinte semmit nem old meg az életben, de majd mindjárt felsorolom, hogy mikre is alkalmazták ezt. Azt kell tudni, hogy ezt az eljárást mindig ébren végzik, altatás nélkül, tehát szeretném mondani, tehát egy ébren, altatás nélkül lekötözve végzik ezt a beavatkozást. 80%-ban nőkön hajtották végre. Igen, igen. Szóval, hogy ez azért a töretlen nők részben abszolút lehetne egy fejezet, mert hogy a következő dolgokat kívánták vele gyógyítani. Depressziót, hiperaktivitást, alkoholizmust, skizofréniát, bipoláris zavart, hisztériát, homoszexualitást és nymphomániát. Tehát, hogyha volt egy lányod, aki szabadosabb életet élt, mint ahogy te szeretted volna, akkor a lobotómiát, mint megoldást javasoltál. Szóval, amit lehet tudni, hogy rendkívül nagy károkat tudott okozni, és nagyon durva mellékhatásai tudtak lenni ennek a beavatkozásnak. Rosemary édesanyja könyörgött a férjének, hogy ezt ne csinálják. Tehát, hogy próbálkozzanak valami mással, hogy ez nem hangzik olyan túl jól. De az a helyzet, hogy a férj hajthatatlan volt, és ő azt gondolta, hogy hát ezt mindenféleképpen ezt a problémát meg kell oldani, és ezért a Rosemary édesanyja tudta nélkül, és Rosemary tudta nélkül 1941-ben elviszi a lányát erre a beavatkozásra, és lekötözik Rosemary-t, egy órán keresztül tart ez a műtét, és megcsinálják ezt a beavatkozást úgy, hogy Rosemary könyörög, hogy ezt ne csinálják vele.
A beavatkozás alatt megkérték, hogy meséljen történeteket, illetve, hogy énekelje közben az Isten áldja Amerikát című dalt. És hát, hogy mi történt Rosemary-vel? Rosemary a beavatkozás után gyakorlatilag nem volt önmaga. Meghalt a lelke, ezt az édesanyja mondta így. Onnantól kezdve a folyékonyan beszélő és egyébként leveleket megírni képes, önálló ellátásra képes Rosemary teljesen megváltozott. Pár szót volt csak képes mondani. A kezei és a lábai nem működtek rendesen, képtelen volt egyedül fölöltözni, képtelen volt egyedül enni, és nem volt szobatiszta innentől kezdve. Úgyhogy ezt sikerült így elérni ezzel a beavatkozással, hogy gyakorlatilag Rosemary-ből egy teljesen magatehetetlen embert csináltak. Ami még külön nagyon szép, hogy ugye Rosemary-t tudták volna otthon ápolni, ha akarják, de nem akarták. Tudták, volt akkor a ház, hogy tudták volna egy kis házrészt kialakítani, vagy bármit, és oda beköltöztetni egy nővért, és ott ápolni Rosemary-t, de a család nem akarta. Ezért elköltöztették őt egy bentlakásos intézménybe, pontosabban még egy kis házat is építettek az intézmény mellé, ahova beköltöztették Rosemary-t és az ápolóját. Apácák gondoskodtak egyébként róla élete végéig, és itt volt ő, nem látogatták. Ezt is szeretném azért kiemelni, hogy párszor ment el az édesapja, de egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hányszor ment el az édesapja őt meglátogatni. Nem nagyon volt rá igényük, hogy Rosemary-t meglátogassák. 20 évig hajtottak végre lobotómiát különbözőféle indokokkal, és összesen 60 ezer ilyen feljegyzett eset van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában ez alatt a 20 év alatt, amíg csinálták ezeket. Szinte mindenkinek problémája lett az inkontinencia valamilyen szinten, az egyedülöltözködés, hogy nem tudtak enni, hogy nem tudtak egyedül fürödni, hogy kóros fáradtságba szenvedtek utána, hogy irányíthatatlan nevetés és sírás tört rájuk, illetve sokszor hányás is irányíthatatlan, és ilyen egyszer csak bekövetkező hányások jellemezték ezeknek az emberek nagy részének az életét. Voltak szerencsések, akiknél nem okozott ilyen mértékű mellékhatásokat ez a beavatkozás, de nagyon sok esetben igen. 63 évig élt Rosemary ebbe az intézménybe. 63 évig. Tehát, hogy egy teljes élet ment erre rá. Ha megkérdezték a szüleit, hogy hol van éppenséggel Rosemary, akkor azt mondták, hogy fogyatékkal élő gyermekeket tanít egy iskolába. Tehát, hogy azért a fene a pofájukat, hogy sikerült ezeket így mondani. Nagyon érdekes, nem, hogy pont ezt találták ki, hogy fogyatékkal élő gyerekeket tanít. És hát szívszorító számomra az, hogy igazándiból akkor kezdte el a család őt meglátogatni, amikor az édesapa meghalt. Amután meghalt az apukája, akkor elkezdték a testvérek jobban látogatni, meg az édesanyja is elment hozzá. Az édesanyja 20 év után látogatta meg először. Tehát megtörténik a lobotómiája, és utána eltelik 20 év, mire elmegy és meglátogatja. Vannak feljegyzések róla, hogy Rosemary, amikor meglátja, akkor elkezdi verni a mellkasát, és elkezd sírni. Tehát fölismerte az édesanyját, és meglehetősen megviselte a látványa. Aztán a továbbiakban az édesanyja párszor még meglátogatta, de akkor sem ez a heti rendszerességgel, meg sokszor, meg nem. Három testvére volt az, akik nagyon a szívükön viselték a sorsát, és nagyon sokszor meglátogatták. És hát végül 2005. január 7-én, életének 68. évében halt meg Rosemary, három testvére volt az ágyadnál, amikor meghalt. Azért is akartam ezzel az üggyel foglalkozni, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon híres ügy, ami nagyon fontos témákat boncolgat, hogy milyen egy segítséggel élő
gyermekkel, vagy egy sajátos nevelési igényű gyermekkel, hogy ennek milyen volt a társadalmi megítélése akkoriban. És egyébként ma is azért még mindig nem az igazi, tehát hogy félreértés ne essék, nyilván fényévekre vagyunk az akkori állapottól, de hogy még mindig nagyon sok feladatunk lenne avval, hogy normalizáljuk azt, hogy minden ember más, más képességekkel, és hogy az iskoláknak és egyáltalán az életnek nem úgy kéne működni, hogy azt gondoljuk, hogy egy fűnyíró, amit mindenkit ugyanolyanra kell vágni. Tehát, hogy ez nem így működik. Mindannyian máshogy, másképp születünk, másképp, másféle esélyekkel, és azt kéne biztosítani, hogy mindenkiből magához képest a legjobbakat kihozni, előítéletek és megbélyegzés nélkül. Rosemarynek nem volt szerencséje. Nem tudom, hogy az édesapja jót akarta, és tényleg azt hitte, vagy hinni akarta abba, hogy ettől a lobotómiától majd jobb lesz, vagy hogy egyfajta gonoszság vezérelte őt. Én nem tudom. Nagyon érdekelne a véleményetek, hogy ti mit gondoltok. Mert néha én kicsit hajlok arra, hogy amiért nem látogatták, mindig el akarták tüntetni, mindig bent lakásos iskolák, ne legyen szem előtt, nem tudom, nem látogatták se az iskolába, se később a kórházba, hogy lehet, hogy azért nem voltak akkora szeretettel és gyöngétséggel Rosemary iránt, de lehet, hogy ez csak a külső megítélésem, mert lehet, hogy annyira fájt nekik ez a látvány, hogy azért nem, vagy hogy egyszerűen csak nem tudták feldolgozni, nem tudom. Nagyon érdekel a ti véleményetek, hogy ti mit gondoltok erről, hogy ez egy véletlen baleset volt, és egy szerencsétlenség, vagy egy gonosz kitervelt tett, mert én azért mind a kettőre olvastam ilyen utalásokat, hogy ez is lehetett meg az is. Vigyázzatok magatokra, legyen nagyon-nagyon szép napotok! Sziasztok!